Sziasztok, Blackmanom vagyok, és ez itt a Dungeons 3 8. része. Az előző részben, szerintem elértem az utolsó ilyen fejlesztést a hordában. Hát jó volt azért, hogy ez is olyan különleges pálya volt, hogy igazából a nappal is lehetett támadni, csak sokkal erősebbek voltak a lények. Hát én másodjára is ki kellett játszani az achievement miatt. De mindegy, és akkor most elhajóztunk egy ilyen kis szigetre, Termit szigetre, ahol fel kell készülni a Dollaran lezúzására, gondolom ez ilyen nagy főváros. Dollaran az ugye a Dollaran a Bobból, meg ott lesz Jaina Overproud, aki Jaina Proudmoore lenne, mindegy. Túl büszke Jaina. Kíváncsi leszek, mi lesz annyira túl büszke. Lakeville fell like a sandcastle under the feet of a 4-year-old, and afterwards was plundered in accordance with age-old custom. Yet as satisfying as it was just a little fish in a great big ocean of good. For the hydrophobic evil had, from the start, planned to capture the city's amazing fleet, which, as opposed to the horde ships, did not sink like rocks. And so it was that Tanya's creatures were driven aboard and the sails were hoisted. As the smoking ruins of the city slowly disappeared below the horizon behind them, the ship set sail for Termite Island, even if no one actually saw the impressive sight, as everyone was focused on the new target. The aforementioned island was the seat of the magician Jaina Overproud. Jaina was pretty and kind-hearted, and therefore, naturally, absolutely despicable. And if that weren't already enough reason to deal with her, she was also one of Thanos's buddies. Jaina ruled from Dollaran. Ah, Dollaran, home of arcane magic and high finance alike. Disgusting. Upon landing, the leisurely evil's army slowly made their way to the financial capital. Yet it would be a good idea to acquire additional, even more powerful allies before facing Jaina. That's case. Túl büszke Jaina. Na, de lassan tölt. Talia and the remains of the cold-blooded evil's army had reached Termite Island. Here, the egotistical magician Jaina Overproud ruled over her magical financial stronghold of Dollaran. I'll take care of this witch in short order. We'll just build up an army and beat on everything we see, just the way we did before. It's always worked until now, whereby the question arises, what the hell kind of a strange run is that? What's it good for? In fact, that was an excellent question. Naturally, it was a... Wait a moment. Yes, actually, it was a hellhole. A hellhole is a portal directly to hell. What do we need that for, you ask yourselves? Another excellent question. Ah, here. Because we want to summon a pit fiend, of course. The demonic and savvy evil plan to lead a pit fiend to Dollaran in order to have an ace up its sleeve in the fight against Jaina Overproud. An ingenious plan, I must say. Okay, pit fiend sounds good. I can see him now. This guy with muscles of steel and... whatever. How do we do this? Well, first we need a few ingredients, which we then, for the sake of simplicity, just throw into the hellhole. We need corpse dust. However, it has to be from Termite Island, so we can't just scrape it off our zombies, but have to organize some from local graveyards. And toenails? That's simple. Oh, from a centaur. Fortunately, these primitive beings should have a few camps around here. What a coincidence. Besides that, we also need some worm slime. Ugh, just saying it makes me shudder. And spider legs.
We'll probably find those kinds of creatures here in the underground. Probably a lot sooner than the tense evil would like. No. Szóval, arról volt szó, hogy ugye bemutatta a narrátor Jane a túl büszke Jane-át, úgymond, és hát elég furán néz ki, ugye Jane-a nem is így néz ki egyáltalán. Az kb. Most úgy néz ki, mint valami, most tudom, ilyen diszkó popstar a 70-es, 80-as évekből, és ráadásul hippi is szerintem. Érdekes. És Thanos egyik haverja, úgy, mint Grimli, hát Thanosnak meg fogjuk ölni az összes haverját szerintem, mire Thanoshoz érünk. És ugye ő készíti a sereget most Dolaron megvédésére. És azt mondta, hogy van ez a pit, ez a hell pit vagy mi, amiből egy fiendet kell megidéznünk, és az segít, hogy leverjük Jane a nagy seregét. Ez a fiend meg gondolom ilyen nagy, erős, full páncél, felfegyverzett nagy szörny, és ahhoz, hogy ezt megidézzük, kellenek mindenféle nyersanyag, azt mondja, hogy élő hőst kell feláldozni, 10-et, 10 darab kentaur toenails, mi az a toenails? Pata? Azt hiszem az a pata, 10 darab patát kell összedni, corpse dust, el kell menni itt a temetőben fent, és a sírokat így fel kell nyitni, és igazából a ilyen port, onnan ki kell szedni a hullaport, úgymond, meg pók, 5 darab póklábot kell szedni, azt itt találunk ugye a dungeonbe, azt nevetett is, hogy a narrátor, hogy minél korábban annál jobb, akkor biztos közel lesz. Ez lesz a rossz, hogyha spider nest, mert ugye abból folyamatosan jönnek a pókok, azt már nem közel lenne jó megtalálni, meg worm slime, az meg valami kukac takony. De mi az a kukac takony, az hogy lehet megszerzni, majd biztos. And it also requires a couple of well-aged, but unfortunately live heroes too. They're not likely to let themselves be thrown in there just like that, so we need a plan. We can think about that later. The other things will be easier to get. Through fair trade? Through killing. Szóval nem maradtunk, csak úgy be, ezt kell egy te. Kíváncsi leszek, hogy csak azt jelzi a felkiáltó, hogy valószínűleg ott lesz a spider nest. Itt ahogy nézem, csak egy bejárat lesz legalább. Csak nem fognak annyira támadni. Hellhole. Ez olyan milyen? Nem is tartozik a démonokhoz? Ezt gondolom, majd ki kell ezt tanulni, mert gondolom csak erre a pályára kaptam meg így különlegesének, de szerintem majd ki kell ezt tanulni. Kérem csak, hogy ez a prison milyen lesz. Nézem most, jelenleg 3 drop hely van, ahol gonoszságot tudok termelni. Gonoszság pont kell ugye, hogy megtanuljam ezt a börtönt. Ajaj. Nagy kutat ti a fejéhez. Jó, úgyhogy ez a 150-nel kezdek alapból gonoszság. Szerintem mindig a nagát érdemes kivenni. Abbas kivenni. Kettő egységet. Ez a gonoszság forrás legalább közel van. Ranger. De sokkal illető lenni. Az egységeim még túl éljék hozzá. Ez meg is van. Ajaj. Ezek meg távannak közbe. Jó, a teknős van most itt. Teki.
Ó, de hogy fogjátok ti azt? Give me my orders! Fel a pofátokat, hogy megmertek támadni. És akkor már ki is tanulhatom a prisont. És akkor, hát hogyha már itt van a, ez a szép kis hely, akkor már ide építkezek. Nézd, hogy milyen lesz ez a prison. Ezt a bigüket fel megfoglalom tovább. Na, építkezzetek már gyorsan. Ez egy sajtos tejfölös. Inni. És akkor ugye lent igazából csak kiütjük a hősöket, hogy a börtönbe be tudjuk rakni. Now, heroes could be imprisoned when they were defeated. This was not only important for sacrificing the heroes the hellhole so desperately wanted, but also because each hero generated some evilness at the end of their stay. Exactly. Let them stew and rot in prison, the miserable do-gooders. Something our quick-tempered protagonist obviously desired. The very best thing, though, was the fact that any heroes that died in prison became skeletons. The necrotic evil immediately wanted to drive this out of her. Király. Megöltük a farkost meg a medvét. Új egységek az embereknél. Forrást is veszünk, nézem, azok meg ott támadnak. Beütik oda az embereket? Még nem. El kell foglalni. Nézd már, jön, mintha a hobbit völgyenek ez. Jó, hobbit fal. Jön csak egyszerűen fogát. Jön fog néz ki átalakulva. Jön fog néz. Ez aztán jól megnyitom. Ó, egy nagy kígyó. These hobbits wouldn't be running off throwing any rings into any lava in any mountains anymore. Jaj, de kígyó lett. Tök jól néz ki. The dungeon heart is being attacked. És azt gondolom meg... utána izé lesz a húsevő növény, szerintem. Ja, jól néz ki ez az erőforrás. Nézzük, hogy mesik is leverem a hősöket. Szerintem le kell vinni teljesen. Így né, és így bőszik. Aha. Így bőszik a cellába megrólni őket. Ott viszik a testüket. De kemény. Újni. The first hero awoke in the prison, where his death would generate some wonderful evilness for the disgusting evil. Outstanding. Oh yes, and some heroes also needed to be sacrificed in the hellhole. A tough decision. Igen, és akkor innen itt kell dönteni, hogy azt mondta a narrátor, hogy nehéz döntés, hogy mit csináljunk a hősökkel. Hagyjuk, hogy megragadjon ott a börtönbe, vagy dobjuk bele az áldozati gödörbe, mert úgyis fel kell áldozni. Bár hát én most ezt hagyom, hogy megragadjon ott. Ez meg úgyis beletelik egy időben, milyen megrohad. Jó nagy sereget gyűjtöttem össze. Na és közben megcsátom az achievementet is, azaz, hogy 7 darab hősnek kell benne lenni a börtönbe. Igazából csak ennyi, hát ez bőven megvan. A csontváz ilyen, az meg
Ebből is max 4 lett ugyanúgy, mint a zombiból, csak ők hiányoznak. Igazából semmi különlegesség nincsen bennük. És akkor már más kocsim ment ugye, csak annyi, hogy itt fent ki kell szólítani mindenkit. Plusz ugye összegyűjtöttem az eddigi kellékeket, amik kellett. A hernyó az itt volt, egy ilyen nagy hernyó volt igazából, különlegessége nem volt. Azt a hozzávalót bedobtam, a pókfészek meg itt, a maradékot meg nem tudom, hogy mire kell, semmire nem jó. Meg ugye hősöket kellett beáldozni még. The evil's army had discovered one of the hero's camps. They immediately took care of its demolition. Exactly! Come on! Let's tear the place apart! Ennyi, pusztítsuk ezt. Another glorious victory for the Queen of Evil! I mean, for the absolute evil! Of course. I mean, it's not my army. Not yet. Anyway. You're the Queen of Evil. Ez nem az én seregem. Nem is egyelőre nem. Queen of the Damned sounds better than me. Really? Oh, God. Terrible film. Except for the music. Otto Schenkenton. But of course, a bit better love story than that bit at Twilight. Az mondja, hogy ez a mindig jobb sztori, mint a Twilight. Hát, annál minden jobb igazán. Jó, és akkor most megöltem ezeket. And still the horde, I mean the evil, spread their infestation across Termite Island. Onwards, peoples of the Alliance, drive this riffraff off! Otherwise, the tourists will stay away and we'll have to close up shop. I'll be at your side. Well, later. I have something important to do in Dalaran. All the best, and for the Alliance, and so forth. Damn, that cowardly magician is escaping. Just like I hadn't said anything. As Jaina got out of Dodge, her subordinate heroes from the nearby village did what heroes did best. Desperately head for their opponents, using brute force and violence with absolutely no finesse whatsoever. The dungeon protecting evil made ready. As a really, really broad hint, the savvy narrator pointed out to the perplexed evil that the graves in the graveyard might just need a hearty smack or nudge to release the valuable corpse dust. És akkor ezt olyan lehet összegyűjteni. Jó, már itt is van készletembe, csak így el kell dobni az is. This hero camp has been destroyed. Excellent work. So now let's do it again. All the poor souls who have to. The fabulous evil's armies had reached. Fabulous evil. Jaina, however, was long gone. Then I suppose I'll just have to take it out on the inhabitants. Forward! Haven't you plunged enough cities into ruin? Is that a trick question? I'll admit I could have saved myself the question. You monster! Thanks! Az a itt egy szörny vagy. Hát köszönöm szépen. Ennyi. Közben a Jane az meg elmenekült. Mondta a narrátor is, hogy egyrészt alatt nem öltjük meg az egyik szereplőt. Sadly, one of the hero's mighty champions lived in the city. Ronin, whose cliché-soaked name we stole one-to-one from another universe, and was anything but pleased to see evil. However, whoever put that sanctimonious do-gooder's life out permanently was sure to be richly rewarded. Reward or not, it'll be fun. Come on, fight! The great champion Ronin hit the floor. The radiant with happiness evil was extremely pleased. At the same time, this anti-heroic act was generously rewarded. Szóval, hogy most megöltem Jaina-t, az egyik ilyen nagy bajnokát. Nem volt olyan nagy bajnok, meg észre sem lehet, hogy létezik. Another city destroyed. You're so evil and cruel. Gonosz. Thanks, that's really nice of you. I despise you. Ah, careful now. Hate leads to the dark side.
The strategically brilliant evil had eliminated all the dangers and made the dungeon a fairly safe place. Summoning the pit fiend should now be child's play. Strategically brilliant. Boss. Fedi. Enemies have entered the dungeon. Kiket kell kiszabadítani, mert szerintem ott talán. A jó énje meg mondta neki, hogy milyen gonosz vagy, hogy olyan gonoszságban ülve, csúnyán beszél, minden, és akkor ó, köszönöm szépen. Ezt, amit az Adams Family-ben amúgy. Ott is így mindenféle rosszat mondtak egymásra, és akkor az dicséretnek lett így. Hát, mert igazából dicséretnek. Ó, hogy ezek már megint elmondnak. Here we should be able to find the rest of the corpse dust. Get a move on, people! Loot those graves! My toenails are curling! Looting graves? How repulsive! Yeah, yeah, go share your moral outrage with someone who cares. The graveyard's ludicrous guards have been retired. Good thing for the grave digger, who didn't have to go far this time. You passed the time. A jó énje, hogy milyen rosszat csinálunk, hogy a sírt így feltörjük, meg minden. Oh. Milyen gonoszok vagyunk. Akkor, ó, oh, igen, igen, igen. Mondd annak, aki érdekel. Hát ennyi igazából, hogy mit izél, hogy ó, oh, feltörjük a sírokat, milyen gonoszok vagyunk. Itt meg mi folyik? Dövéltek már neki meg. És akkor már csak ezeket a kentaurokat? Ó, medvék. Medve. Medveckában. Na hát ezek már nem fognak több mészt tenni. Biztos. The far-sighted evil had discovered a modest little centaur camp. Like any good, nature-loving being, the horrible evil immediately wanted to convert this area into a nature reserve. Of course, that meant that everything that was in the way had to go. Oh, those poor centaurs. Unfortunately, they had to die for the good of the greater evil. Oh, szegény kentaurok. Milyen sajnálatos, hogy meg kell halniuk a gonosz érdekében. Úgy sajnálom, ja nem. Na és akkor... mi a küldetés? Azt mondja, hogy hol, de... Azt nem értem, hogy az acsit akkor hogy kell? Of the bonus creatures in the mission. De milyen bonus creature-re érti? Van más bonus creature is? Hát én attól nem találtam sehol, még hogyha át is kutattam az egész dungeon-t valami után, de... Lehet, hogy erre át kell ásni. Nézzük csak meg. Még erre itt nagy a hely. Nem tudom, hogy milyen bónusz creature-re érti. De esetre akkor a corpse dustot bedobom. It was done. All of the required corpse dust had been sacrificed to the hellhole. The mastered this task evil patted itself on the back, right before it remembered the spiked metal gloves. Ouch. Nem tudom, lehet, hogy ki kell valakit szedni a börtönből, vagy... Nem tudom, hogy milyen bónusz... ...rajerti. Lehet, hogy el van rejtve valahol... egy csapat, és ki kell szavítani őket, vagy... hogy micsoda. Ezért körbenézek itt rendesen, hogy... ezért acsit nem hagyunk félbe, ugye? Az úgy nem egész.
Erre se látok semmit igazából. Hát akkor lehet, hogy nincs is, hogy nem tudom. Mire szól az a csi, lehet, hogy azután szól, hogy beledobtuk a tűzbe, vagy mi van? Nem, már tényleg nem értem. Enemies have entered the dungeon. Hát jó. Nézzük meg akkor mi van, akkor mondjuk, hogyha beldobom akkor a kentaur lábakat. It was done. The last unicorn, I mean the last centaur, had lost its toenail, which the eager evil quickly sacrificed to the hellhole. As it did so, it realized that every centaur actually had four of the stupid things. Naturally, that would have made the job just a bit easier. But hey, outstanding intelligence was never an employment criterion for evil arch-villains. Either way, the goal had been achieved. Finally, it was done. The last ingredient had been thrown into the hellhole. The victorious evil patted itself on the back in triumph. The hellhole began to bubble and make fart noises. Something in the middle whirled wildly, while it slowly grew. The sound that caused it could be seen as a demonic litany, but upon listening closer, one recognized a joyful whee! It was the pit fiend, who now emerged from the whirlpool with a wild laugh. Laugh? Oh, do I do that? Okay. Prince of Darkness, obey my orders. And, of course, those of the absolute evil. You mighty pit fiend, cruelest of the cruel. His name is Crowley. I beg your pardon? It says here in the script the pit fiend's name is Crowley. Not that it's important since he doesn't speak, but I just wanted to mention it. All right, Crowley. You, Crowley, will help us defeat Yaina Overproud. We will transform this world into an image of hell! Daughter, try to defeat your evilness. We still haven't given up on you. Fight it! Use all your willpower. Oh, Father, I'm still here. I'm trying. Well, now and then, at least. But my evil self won't let me talk about it. It refuses to hear my arguments, and it doesn't care what you say. How often do I have to tell you? The pit fiend Crowley listened to Talia's inner quarrel and grumbled at Thanos' words. Non-residents of Hell were so annoying. Thanos disappeared after the evil Talia's rant and tirade of insults. She then turned to Crowley. Come, pit fiend. I mean Crowley. Let's get that accursed magician. Yaina Overproud, your days are numbered. Úgy látszik, ez lett a vége, hogy bedobtam az utolsó hozzávalót. Nem tudom, akkor utána nézek már, hogy hogyan lehet megcsinálni ezt az achievementet. Mindenesetre arról volt szó, hogy beállított narrátor, az kész, hogy így felemelkedett a és így beledotta az utolsó összetevőt, ezt mondta a narrátor, és akkor elkezd bugyogni, fink hangokat adni az üst, és akkor kiugrott belőle a pitfint, és akkor így azt mondja, hogy kéne mondanom, rendben, akkor muhohoho, és akkor így majd eladta azt, hogy így felkelt a pitfint, és akkor oda ment hozzá Tália, hogy pitfiend, mostantól engedelmeskedsz nekem, meg az uramnak, és akkor mondta a narrátor, hogy a Finnnek van egy neve is, úgy hívják, hogy Crowley. Akkor Crowley? Jó, akkor Crowley, engedelmeskedni fogsz nekem. Aztán megjelent Thanos megint, hogy könyörgött, hogy csatlakozz hozzá, vagy üzel a gószényét, de mondta Tália, hogy 10 000-szer is el kell mondani Thanosnak, de még úgy érti meg, hogy
sose lesz jó belőle már. Thanos az... konkrétan Talia szerintem, hogyha leigázza a világot, még akkor is elhiszi, hogy jóra tudja, jó oldalra tudja állítani Taliát. Thanos az sose adja fel. Hát az achievementet nem tudtam megcsinálni, nem tudom, hogy miért. Még utána nézek, hogy mit is kellett igazából. Úgyhogy nézzük meg, hogy milyen a következő pálya. Nézzük csak, hogy hogyan alakul. Talia had reached Termite Island. Gyönyörű. Kentaurok helyett már csak csont halmazok voltak. Szebb is. És akkor a következő pálya. Now that the leprous evil had won the pit fiend as an ally, it began preparations for the storming of Dalaran. It was time for Yaina Overproud to die. Szóval, hogy most előkészülnek a Dalarannak a ostromára a pit fiend segítségével, és itt az ideje, hogy Jaina, de túl büszke Jainának meg kell halnia. Kíváncsiak, hogy hogyan fogom alkalmazni majd ezt a szörnyet. Azt, hogy egy új egységet kapok, mi ez? Torture Chamber-t. Ó, hát a Torture Chamber az ugye azt tudta a Dungeons 2-be is, hogy oda raktuk, vagy oda kellett így fizikálisan rakni a hőseket, és akkor addig kínozták, még át nem álltak a saját oldalamra. Itt is gondolom, hogy mi hasonló lesz. A Chamber of Relaxation, ez meg olyan, mint a hordának, azaz az orkoknak a sör. Azaz, hogyha elérik a negyes szintet, akkor ide jönnek így relaxálni. Csak ugye a hordának a sör kell, nekiknek ilyen manafürdő, ami manába kerül. Új egységet kapok, Succubust. Aha. Ő távolsági harcos, és képességével át tudja venni konkrétan ilyen agymosást hajt végre az ellenfelein. Van ilyen arachnid. Egy undorító pók féle démon. Aki sok sebzést kibír, és visszaköpi az ellenfelére. Durva. Jó kis egység lesz ez, biztos. Szerintem amúgy a csontváz íjászból lesz akkor ez a fejlesztés. A Succubus meg a démonnak a fejlesztése az impnek, gondolom. Lásd csak az achievementek hogy járnak. Én meg kell csinálni a pályát. Le kell rombolni az összes sátrat. Nem nappal. Itt most nem lesz nappal, meg éjszaka szerintem. Annyi, hogy le kell rombolni a sátrakat. Meg az egész pályát 40 perc alatt kell megcsinálni. Hát jó. Akkor gyorsan belehúzok majd. Na, de akkor ilyen fogom folytatni a következő részben, úgyhogy aki tetszett a videó, az nyom egy lájkot, feliratkozzon fel, és találkozunk a következő részben. Addig is, sziasztok!